Üdvözlök mindenkit! Egy a Synology-val közös együttműködésben készülő minisorozat második részében. Ez a sorozat a NAS-okról összpontosít, szóval ha nem vagy annyira otthon a témában, érdemes megnézni az első részét a sorozatnak, aminek a linke természetesen ott lesz a leírásban. A mai videóban az SSD-s, illetve HDD-s NAS-ok közötti különbségekre fogunk rávilágítani, illetve potenciálisan megnézzük, hogy számotokra melyik lenne a jobb választás a kettő közül. A legtöbben valószínűleg tudjátok, hogyha adattárolásról van szó, egy merevlemez sokkal olcsóbb, mint egy SSD. Pontosabban mondva, az 1 GB-ra leosztott költsége egy merevlemeznek olcsóbb, mint egy SSD-nek, mivel lehet venni 10.000 forintért SSD-t és 100.000 forintért merevlemezt, csak figyelembe kell vennünk, hogy pontosan mekkora tárhelyet kapunk a kifizetett összegünkért. Egy merevlemez alapú NAS 4, 8 vagy akár 16 terabájt adatot is el tud tárolni magában, sőt manapság vannak olyan merevlemezek, amik egymaguk képesek ennyi tárhelyet biztosítani számotokra. Ezzel szemben az SSD-k olyan 1-2 terabájtnál állnak meg normális felhasználói szinten, és hogyha még ennél is komolyabb tárhelyen rendelkező modelleket szeretnék választani, akkor azok már kifejezetten félelmetesen drágák tudnak lenni. Ebből a különbségből kiindulva meg tudjuk fogalmazni az előnyeit és a hátrányait a HDD, illetve az SSD alapú NAS-oknak. A merevlemezes NAS előnyei. Elsősorban, ahogy említettem már, a tárhely az egyik legnagyobb előnye ennek a megoldásnak. Egy 4 foglalatos NAS, mint ami itt van nálam is, magába tud foglalni 64 terabájtnyi tárhelyet, köszönhetően annak, hogy manapság már 16 terabájtos merevlemezek is elérhetőek megvásárlásra, akár magától a Synology-tól is. Másrészt, mivel árérték arányban a merevlemezek a nyerők, illetve a legtöbb ember csak adat tárolására használja a NAS-okat, így egy adott tárhelyet sokkal olcsóbban össze lehet hozni merevlemezekből. Ugyanakkor itt meg tudjuk tapasztalni az éremnek a másik oldalát is. A merevlemezes NAS hátrányai. Talán a legnagyobb negatívum a zaj. A merevlemez az a leghangosabb, hanem az egyetlen hangos alkatrésze egy NAS-nak, és ez még igaz az alapjáratra is. Akkor azonban, amikor konkrétan aktívan írunk és olvasunk a merevlemezekről, akkor igencsak jól hallani akár még egy második szobából is, hogy dolgozik a rendszerünk, és ennél fogva én nagyon nem ajánlanám mondjuk ennek a használatát egy olyan helységben, ahol mondjuk alszotok. Ezt én a saját bőrömön tapasztaltam meg. A második nagy negatívuma a sebesség. Erről még nem beszéltünk, de egy merevlemez írási és olvasási sebessége az nagyjából olyan egy negyede, egy ötöde egy átlagos SATA-s SSD-nek, az NVMe megoldásokról ne is beszéljünk. Ide sorolhatjuk még az energiafogyasztást, mivel egy merevlemez nagyjából 4-5-ször annyi áramot fog felhasználni munka közben, mint egy SSD, arra nem is beszélve, hogy amikor inaktív állapotban vannak, az SSD-nek gyakorlatilag nincsen fogyasztása, míg a merevlemez általában akkor is pörög. És egyébként ebből a folyamatos mozgásból az is eredeztethető, hogy a merevlemezek azok mindig sokkal jobban fognak melegedni, köszönhetően a bennük lévő fizikailag mozgó alkatrészeknek is, aminek a hűtéséért pedig ismételten nagyobb energiafogyasztásra van szükség. Szóval ez egy ilyen ördögi kör. Az SSD alapú NAS előnyei. Magas sebesség. Ezzel több felhasználónak tudunk majd megfelelő elérési sebességet biztosítani, vagy akár virtualizált gépeket is tudunk futtatni magáról a rendszerről, mert a sebessége megvan hozzá az, hogy ez egy élvezhető élményt adjon az embereknek. A teljes csend egy sokrétűbb felhasználást tesz lehetővé, mivel még akkor is teljesen néma a rendszerünk, amikor csúcson van hajtva. Így azzal simán tudtak aludni, mert nem halljátok. Emellett pedig a merevlemezeken néha előforduló lemezhibákkal itt nem kell törődnünk, a fogyasztás sokkal alacsonyabb, és a melegedéssel sem kell annyira törődnünk majd. Az SSD alapú NAS hátrányai. Talán a legnagyobb negatívum az SSD-s NAS-oknak az valami, amit már többször is említettünk ebben a videóban, az az ár. Hogyha nagyjából hasonló tárhelyet szeretnétek elérni, mint egy merevlemezes NAS-nál, akkor bizony igencsak mélyen a zsebetekbe kell majd nyúlnatok. Ezt tudva pedig fel is tehetjük a kérdést. Kinek melyik lenne kézenfekvőbb? A legtöbb embernek valószínűleg meg fog felelni a merevlemezes megoldás. A legköltséghatékonyabb olyan választás, hogyha ugye főként adattárolásra használt NAS-t szeretnénk építeni, ez pedig feltételezi azt, hogy olyan helyen van, ahol mondjuk távol van azoktól a helyektől, ahol az emberek alszanak, illetve hogy túl sok ember nem próbálja majd elérni a rajta található adathalmazt. Amennyiben azonban a felhasználás megköveteli a sok felhasználós vagy ne adj Isten kliens alapú elérést, nagyon nagy sebességű fájlmozgatásra lenne szükség a NAS-on, vagy a NAS-ról, vagy a NAS-ra, ne adj Isten valami ilyen virtuális rendszert futtatnátok rajta, vagy akár arról szeretnétek dolgozni komolyabb fájlokkal, mint fotó és videószerkesztés, akkor egy SSD alapú NAS-nak sokkal nagyobb hasznát fogjátok venni.
A Synology egyébként maga is forgalmaz SSD-ket, illetve HDD-ket, amiket megtaláltok nyilván a weboldalukon, és ők ezt ajánlják a saját rendszereikbe. Ennek az főbb oka az, hogy nekik van egy plusz firmware a meghajtóikon, ami le tudja jelenteni egy kicsit pontosabban azt, hogyha valami esetleg problémás lenne, esetleg az egyik merevlemez közel járna az életének a végéhez, vagy bármi hasonló. De egyébként a merevlemezeik 300 ezer órás tesztelésen mennek keresztül, valamint az SSD-k jobban bírják az írást és az olvasást, mint egy általános SSD, amit meg tudtok csak úgy vásárolni. Nyilván nem kötelező ezeket használni a Synology rendszerekben, de ők ezt ajánlják, és szerintem nem véletlenül. És ezzel a videónk végéhez is értünk. Köszönöm szépen nektek a figyelmet, köszönöm szépen Synology-nak még egyszer a lehetőséget, hogy ezzel a rendszerrel dolgozhattam. További részek várhatóak a jövőben, és ismételten mondom, hogy ha az előző részt szeretnéd látni, az megtekinthető most a képernyőn található kártyán keresztül. Legyen szép napotok, és sziasztok!